Elhunyt Eszterházy Péter Kossuth díjas magyar író, publicista. A 66 éves szerző hasnyálmirigyrákban szenvedett. Betegségére 2015. októberében derült fény. Demény Péter íróval, Alátó Szépirodalmi folyóirat szerkesztőjével beszélgettünk Eszterházy munkásságának jelentőségéről, személyes találkozásaikról. Demény Péter elmondta, Eszterházy nem csak alkotóként, emberként is szerethető volt. Arisztokrata származása és sikerei ellenére nem volt gőgös, szívesen szóba elegyedett olvasóival és szerzőtársaival egyaránt. Ezt nehéz kezelni, de jól kezelte. És azt gondolom, hogy ez a mindig humorral látszott és öniróniával látszott tudása a világról és az önmaga értékeiről, ez emiatt volt szerethető. Eszterházy Péter számtalanszor megfordult Erdélyben is. 2010. januárjában Dés László jazzzenésszel lépett fel Marosvásárhelyen, ahol saját szövegeiből olvasott fel. P.S. Apám az utolsó napokban Wagner-t kívánt hallgatni, anyám Schubert-et. Felolvasó estjeire mindig megtelt a nézőtér. Munkásságának jelentőségét bizonyítja az is, hogy műveit közel 20 nyelvre fordították le, és számos díjat és kitüntetést kapott értük. Többek között a román kulturális érdemrend legmagasabb, parancsnoki fokozatát, melyet 2010-ben vehetett át. 1976 és 2016 között több mint 30 műve jelent meg a Magvető kiadó gondozásában. Ezek közül a legismertebb a Harmonia Celestis és a javított kiadás, melyekben családjáról, édesapjáról is ír.